Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Évadzáró volt a Vörösmarty Színházban, és ahogy minden esztendőben átadták azokat az elismeréseket, amelyeket a társulat maga ítélt oda. Ez egy abszolút megerősítés, gondolom én, hiszen a döntést általában a társulat tagjai hozzák, és az egy kivételes lehetőség, hogy lám-lám egy olyan hivatásban, ahol azért jelen van az ego bőségesen, valakinek úgy döntenek, hogy igen, ő volt a legjobb köztünk, aki megérdemli jelen esetben a Vörösmarty gyűrűt. Tehát az idei Vörösmarty gyűrűs a vendégem, Varga Gabriella. Jó estét kívánok! Szép jó estét, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Most mindenféle szédelgő feldicsérés helyett én azt hiszem, hogy jó helyre került ez az elismerés. Andrássy Máté lett ugye az évad színésze, és Kricsár Kamil kapta még meg a Vörösmarty gyűrűt. Nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjünk meg téged. Ugye a színpadról ismerünk, de én azt gondolom, hogy egy köznapi ember számára mindenfajta bulvár nélkül, hogy miként él az egyik kedvencük, hiszen ez nem titok, és nem is túlzás, hogy a Fehérvári Színházban van számtalan olyan egyéniség most, aki valódi közönség kedvenc. Nem csak a szépsége, hanem a tehetsége okán is. No, tehát én olvasom, hogy 10 éves korodig nem is gondoltál rá, hogy színészettel foglalkozz. Ez azért furcsa, mert egy tűzről pattant kicsi lány, aki kellően értelmes, általában eljátszik ezzel a gondolattal. Igen, ez így van. Erre nem emlékszem, lehet, hogy voltak futó gondolatok, de mivel egyáltalán nem ilyen jellegű családból származom, édesapám mérnök, édesanyám titkárnő volt, mindig szerettem bohóckodni, ez kétségtelen, tehát arra emlékszem, hogy a nappali közepén a barátnőim előtt, nem tudom, hogy szórakoztatom őket, tehát ez igen, de az, hogy professzionálisan, hogy akkor én kiállok a Rivalda és nagy színpad, az egészen sokáig nem, sőt, amikor jelentkeztem a középiskolába Szentesre, az irodalmi drámai tagozatra, ami már persze egy ilyen irányultság, de és ott délutánonként voltak ilyen jellegű foglalkozások, de én ezt külön azért nagyon is szerettem, és hálás is vagyok, hogy ott sem konkrétan például szereppel vagy darabbal foglalkoztunk. Tehát úgynevezett pszichotréningek voltak, ahol ilyen önkeresés, játékok, improvizálás, egymással való játék, mindenféle dologgal foglalkoztunk. És az nekem nagyon tetszett, az kétségtelen. Ott láttam például először kisfilmet a Grotowski, stb., hogy milyen tréningeket csinálnak, Meyer, Hold, nem tudom, hogy élnek együtt kommunába, és akkor együtt fölkeltek, ott mutatták, és akkor ott együtt csináltak valami tréninget, rákészültek a próbára, egész nap próba, és ez így akkor nagyon tetszett nekem, de az, hogy jelentkezzek, hát azt szerintem tulajdonképpen az utolsó évben. Ki beszélt rá? Kik beszéltek rá? Az osztályfőnököm, Majtényi András, illetve Keserű Imre, aki különben a keleti szakközépiskolában most is tanít ilyet, egy drámapedagógus tanár, de történelmet is tanított nekünk, és akkor ő mondta, hogy próbálja meg. Én ezt ott komolyan is vettem, tehát komolyan készültem a felvételire, de aztán túl sok gondolkozni valóm nem is volt, mert elsőre föl is vettek. Elsőre felvettek. Igen. Tehát úgy, nem kellett hosszasan győzködniük. Mi mindent lehet megtanulni, mindenki másként beszél a főiskolás éveiről. Én azt gondolom, hogy te, hogy a Horvai Máté Gábor osztályba jártál, ez egy remek páros egyik Igen. oldalról, másik oldalról pedig ugye azért volt, akit nézegettem, hogy Nagy Ervin, Polyák Lilla és a többiek, tehát azért Igen. egy veretes névsor. Igen. Igen. Mi mindent lehet megtanulni a főiskolán, amit aztán később el kell felejteni, legalábbis egy részét, hogy valaki sikeres és eredményes legyen a pályán? Mi az, ami elkísér ma is? Én azt gondolom, hogy egy belső igényesség, amit a Horvai és a Máté Gábor is, nyilván az egész szakmát 4 év alatt, főleg, hogy én 18 évesen oda kerültem, tehát egész egyszer még a személyiségem is szerintem nagyon nem volt kész, vagy hogy is mondjam, nem volt kész arra, hogy én magabiztosan kiálljak, de mégis azt, hogy mennyire kell, vagy mennyire lehet elmélyülni egy szerepben. Tehát milyen idegrendszerrel, vagy mit kell a szerep előtt nekem egyedül
elvégeznem, és nem azt, amit nyilván az is, amit egy rendező kér vagy mond. Nagyon komoly beszédtanárunk is volt, Gáfi László volt különben, tehát hogy az is egy fontos dolog, de hogy milyen útja van egy szerepnek, egy karakternek, azt én azt gondolom, hogy tőlük tanultam, és az mind a mai napig elkísért. Csehovot csináltunk a Horvaival, három nővér vizsga az olyan volt, hogy nem csak egy Irinát játszottam végig, hanem aztán véletlenül úgy alakult, azt hiszem, hogy pont a Lilla lett beteg, ha jól emlékszem, hogy aztán közben még váltva Natasa jeleneteket is csináltam. Tehát a Horvai az nagyon a terhelésre épített például, tehát hogy ő nem sajnált bennünket, hanem akkor Teher alatt nő a pálma című dolog, tehát hogy és én azt egyszer csak nagyon el is kezdtem élvezni. Tehát milyen az, hogy koncentrálni, és mondom akár ezt, hogy az egyik karakterből, aki Irina a tűzvész jelenet, és nagy sírás kiborulás, és aztán meg bejön Natasa egy egészen más hanggal, attitűddel, és egymás. Akkor Máté Gáborral is nagyon sokfélét és különfélét csináltunk, de én azt gondolom, hogy kell, hogy teljesen átadja magát, vagy hogy egy színész egy szerepnek, és hogy ott nincs mese, tehát ott nincs megúszás. Ebben az útkereső időszakban mennyit segített, hogy a gyakorlatodat a Vígszínházban tölthetted? Az egy komoly próbatétel, hiszen az egy legendás időszak volt, mármint a Vígszínház az életében is, igen. És a tiédben nem különben. Igen. Hát ott ráadásul az igazság, hogy különleges helyzetben is voltam, mert az osztályból egyedül én kaptam szerepet Alföldi Róberttől, aki a Shakespeare vihart rendezte akkor, és Mirandát alakíthattam Hegedűs D. Géza mellett. Na hát ott aztán rendesen meg is ijedtem a feladattól, de hát a többiek tulajdonképpen, hát csúnya szóval vagy sem, de azért mögöttem végig statisztáltak, úgyhogy végülis én voltam az, akit segítettek, tanítottak, tehát aki tanulhatott vagy egy ilyen szerep kapcsán. Hát akkor iszonyú nagynak tűnt maga a színpad, maga az egész épület, az egész színházi rendszer. Ott az egy nagy sok-sok színészből, sok személyből álló színház. Úgyhogy megijedtem, ez kétségtelen, de sokat segítettek. Szóval a Gézától kezdve a Robiig az kétségtelen, hogy mind. Ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy. Kellő szorgalom is párosult ehhez? Én azt gondolom, hogy igen, de így értettem az előbb azt, hogy én 22 évesen ugye oda kerültem így a Vígszínházba, hogy a személyiségem nem volt érett, az azt jelenti, hogy inkább több volt bennem a félelem még akkor, mint az, hogy ide nekem az oroszlánt. Tehát a Horvai mellett is, de valószínűleg a személyiségem is olyan volt, még hogy azt éreztem, hogy inkább azzal küzdöttem, hogy saját magammal küzdöttem. Tehát, hogy ja Istenem, hogy tudok megfelelni, jaj, elég vagyok-e, meg tudom-e csinálni, stb. És nekem az volt inkább hosszabb út, hogy elhiggyem azt, hogy teljes mellszélességgel kiállni egy színpadra, és itt vagyok, és ez vagyok, és hogy képes legyek nyitni és adni. Tehát ott még inkább úgy éreztem legalábbis belülről, hogy több volt a küzdelem, több volt a megfelelés, mint az, hogy... Tehát akkor még csak inkább villanások voltak, és nem egy folyamat? Hát nyilván nehéz kívülről megítélni, de szerintem igen. Szerintem ez egy jó pár évig nálam tartott még a... Bárka. Bárkán is, igen. Igen. Ez egy komoly. A bárka az fontos. A Biblia óta tudjuk. Az fontos, így van. A te bárkád milyen volt? Hát ott is egy fantasztikus társulat várt, ugye akkor indult az egész közösség, tehát eleve egy nagyon másféle helyzet volt, nem egy beállt rendszer, mint a Vígszínházban, hanem ott még sok útkeresés volt a színházon belül is, és hát ott volt Udvaros Dorottya, Széles László, Kaszás Gergő, Murányi Tunde, Pepe, Mucsi Zoltán, szóval egy olyan elképesztő gárda szerintem most is, hogy fantasztikus. És hát ott egy jó pár év alatt, na onnan viszont olyan kis útravalókat kaptam a kis hátizsákomba, hogy olyan rendezőkkel találkozhattam, mint a román rendezőnő Katalina Buzugnano, vagy a Globe Színház főrendezője Londonból, Tim Carroll. Tehát az meg ott az nagyon izgalmas volt, hogy nagyon máshonnan közelítő kultúrájú rendezők. Igen, visszatérünk Grotowskihoz egy kicsit. Ebben az értelemben, hogy máshonnét közelít. Máshonnan abszolút. Tehát a románszi játszás, hát az is nekem egy... Én mindig azt gondoltam, hogy nyitottan, tehát hogy
hogyha nagyon máshogy is, mint ahogy én kaptam például a magyar főiskoláról, de hogy jött egy román rendezőnő, és vele is három nővért különben, ott találkoztam aztán igazából a nagy színpad, vagy nem nagy színpad, de professzionális szinten Irinával, ott Irinát játszhattam. Hát az nekem egy nagyon nagy élmény, hogy Szabó Márta volt benne, Gazsó Gyuri, Sinkó László volt Csebutikin, tehát egy fantasztikus szereposztással. A kritika meglehetősen vegyesen fogadta, az kétségtelen, de minden esetre az a próba folyamat, az biztos, hogy sokszor eszembe jut. Hadd idézzek tőled ebből az időszakból. Nem szeretem, ha egy előadás provokálni akarja a nézőket, kiforgatni, rossz erőket felszabadítani, mert akkor a legtöbb néző önvédelemből falat húz, majd hazamegy és elfelejti a dolog érdemi részét, csak a forma marad meg neki. Igen, ezt nyilatkoztam. Igen. De ebben nagyon sok minden benne van. Ezt tartod ma is? Mert ez, én úgy láttam, hogy ez egy kiérlelt gondolat, nem csak egy felvillanás. Igen. Igen, én hát provokatív, most már mit nevezünk provokatívnak, de akár megfogalmazásban, vagy most akár egy vetkőzés, tehát ugye sok-sokféle eszköze van, vagy formája, hogy mi az a provokatív, de igen, szerintem ez most is így van. Nagyon érdekes, mert most a provokatív szóról eszembe jutott, bár lehet, hogy ez nem helytálló ebben az esetben, de például Tim Carrollral csináltunk egy olyan Hamlet előadást, az egész társulat benne volt, ahol tulajdonképpen az egész anyag egy improvizációra épült, együtt a közönséggel, akik nagyon aktívan részt vettek ebben az előadásban. Az ott egy nagyon érdekes tapasztalat volt, tehát nem is volt külön elválasztva klasszikusan, mint ahogy most, hogy ott valahol a színészek és a másik oldalon a nézők, kis utacskák voltak ott a nézők között, végig egy fény, mi próbaruha, és elején sorsolás, tessék, Fortinbras vagy Ofélia. Tehát az egy adrenalin bomba már ott eleve. És akkor megkértük őket, hogy mindenki hozzon valamilyen kelléket. És ez nagyon érdekes, hogy például nyilván ott is kell egy érzék, de aki már nyilván ezt tudja, és oda jön, az gondolom én valamennyire nyitott ebből a szempontból. De ott például az is, ugye sokan ezt nem szeretik, amikor meg vannak szólítva, vagy amikor részt vesznek. Hát ott elképesztő dolgok történtek minden túlzás nélkül. Tehát ez is érdekes. Ez a bárka millió elkísért a Csokonaiba is? Valamelyest? Elkísért, mert például igen, abszolút. Biztos, hogy a szerepeknél is, amikor például egy picit bajban voltam, akkor mindig az jutott eszembe például, hogy milyen gyakorlatokat csináltunk a Tim Carrollal. Aki nagyon egyszerűen, de szerintem nagyon tisztán fogalmazta meg azt, hogy a angol színész innentől idáig színész, a magyar még innentől idáig. Tehát, hogy ők komoly technikai feladatokat adott egyszer nekünk, hogy például hogy kell egy monológot, vagy mondatokat szándékkal megtörténni, és itt még szó nincs arról, hogy mit érzek, és Stanislavski, és akkor honnan jött ez a színész. Tehát ez biztos, hogy egy olyan dolog, ami most is ugyanúgy, ha én hazamegyek, előveszem a példányt, akkor én ezt használom. Nekem azt mondják, és magam is tapasztaltam, hogy Debrecen egy különleges hely. Nem csak a reformváros miatt, hanem mindenféle értelemben, és ehhez hozzátartozik a Csokonai Színház is, nem különben. Te ezt hogy élted meg? Hiszen ez is egy különleges pillanatok sora volt az életedben. Igen. Ugye akkor volt ott Vidnyánszky Attila a rendező, ott találkozhattam vele, illetve ugye az ő Beregszászi társulatával, illetve a helyi debreceni színészekkel, illetve azokkal a fiatalokkal is ott találkoztam, akikkel már itt is Székesfehérváron, ugye a mostani Forte, ugye ott volt már Andrási Máté, Krisztik Csaba, stb. Horváth Csabával ott olyan, találkoztam, ott csináltuk először a Tavasz ébredése című előadást, úgyhogy ebből a szempontból is emlékezetes. Emlékeim szerint nem volt azért könnyű, nyilván ilyen nagyon
hogy is mondjam, másféle előadásokat ott színpadra vinni, vagy legalábbis, ha jól emlékszem, a közönség azért vegyesen fogadta, tehát nem volt könnyű áttörni ezt a falat, de abszolút jó élmények kötődnek oda is. Az eszmélés időszakához mindenképpen hozzátartozik a családalapítás. Ha röviden is kell, hogy szó essék erről, hiszen a gyönyörűséges, egyébként pontosan valamikor egy hónappal ezelőtt találkoztunk, Anna Róza, aki igen. 2009-ben született, igen. Most már nagylány, igazi kicsi tündér, és lelked jobbik fele ugye pedig Csányi János igen. színművész. Ez mennyiben változtatja meg egy színésznő életét? Hát nálam nagyon. Én elég sokáig otthon tudtam lenni, majdnem 3 évig, Debrecenből jöttem el szülni, és igazából, hát bármilyen furcsa, de ez alatt az időszak alatt, vagy a lányom születése után nyilván úgy is adódott, hogy ilyenkor, amikor az ember egy picit leáll, lelassul, és egy teljesen más tempót vesz fel, és valami egészen mással foglalkozik, akkor tulajdonképpen én is akkor úgy végig gondoltam, hogy vajon most erre tovább visszamenjek, például voltak bennem ilyen kérdések is, vagy sem. És az nagyon jó volt, hogy egyértelműen, tudatosan és tisztán akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt tényleg nem tudok mást, és ezt akarom, és erre teszem föl az életem. Tudom, hogy furcsa, mert az ember már elindult nem egy furcsa. Pályán, de mégis igazából akkor, a lányom születése után, két évvel akkor tudtam ezt egyértelműen és tisztán kimondani. Tehát ezt a megerősítetett mondatot. Az elhivatottságod. Igen. Azt erősítette meg, hogy kinyitottam a gondolataim, a szívem azt, hogy mi lenne, hogyha valami más vagy más irányba, és rájöttem, hogy ez kizárt. Tehát nincs más út, ez van. Hála Istennek a színpadon helyed, ugye erről már beszéltünk. Vörös Marti Színház. Ez egy újabb lépcső. Tehát igen. A budapesti időszak után te azért nem csak hellyel közel vagy Budapesten, nem teljes egészében. Bár most már kicsit kevésbé. Sose éreztem magam Budapestinek, az a furcsa. Nem. Jó, de hát viszont Székesfehérvár, az egy nagyon komoly döntés. Igen. Székesfehérváron játszani, és ráadásul itt élni. Igen. Én mindig csodálkozom azon, aki egyik pillanatról a másikra belevág. Ez egy különleges hely, mármint nekünk Székesfehérvárnak, de szerintem mindenkinek, ha egy új várost választ, és ráadásul egy olyan hivatása van, ahol napról napra meg kell mutatnia magát, de valamelyest bele kell élnie magát, hogy legyen egy kicsit debreceni adott esetben, legyen egy kicsit zalaegerszegi, bárhol, tehát ha valaki máshonnét kerül oda. Neked mennyi ideig tartott ez az átmenet, amíg fehérvári lettél, vagy a társulat önmagában segített abban, hogy már is? Nem is tudom, hogy volt átmenet igazából. Megérkeztél, és itt voltál? Megérkeztem. Nem tudom, még egyszer mondom. Azt hiszem, a lelkem mélyén én azért úgy mindig egy ilyen vidéki beállítottságú lány vagyok, voltam. Én is szeretem a Nyüzsit, de valahogy lelki beállítottságom az teljesen befogadja, és rendben van az úgymond a vidéki léttel. De azon kívül nyilván egy színésznek mégis a legfontosabb az, hogy a színházában, a munkahelyén hogy érzi magát. De hát maga a hivatatásunk is sajnos, vagy nem sajnos, tehát ugye mondják, hogy cigány élet, tehát ez tényleg olyan, hogy ez benne van. Aztán nyilván le lehet cövekelni, hogy főleg amikor az embernek családja van. De miután már a lányom akkor megvolt, ez ő miatta is így lett. Gyerek szempontjából is azt gondoltuk, hogy azért ez egy sokkal élhetőbb. És ha ő itt van, akkor itt kell, hogy legyen az anyukája is, és az apukája is. Vagy hát fordítva, vagy igen, vagy ha én itt vagyok, akkor neki itt kell lenni. Fölmerült különben, igen, hogy most akkor Budapest, és én ingázom, de tulajdonképpen gyorsan lezárult ez a kérdés. És mondom, miután az ő születése után valahogy bennem elindult, nyilván nőként is, emberként is egy, nem tudom, hogy tudatosabb-e, de
talán ez is ezt attól, hogy az ember anya lett, de hogy egy sokkal nyitottabb, egy sokkal bátrabb színészi létezés is, úgy érzem én nyilván belülről a színpadon. Ebben nyilván Róza, ahogy nőtt, megerősített, hiszen ahogy szintén olvasom, hogy néptánc korcsolya, hittan, erkölcstan, tehát ő már fehérváriként. Igen, ő abszolút, ő teljesen, ő nagyon élvezi. Tehát itt vannak a barátai, néha szó van arról, hogy na hát majd visszamegyünk-e Budapestre, vagy beszélünk arról, hogy mit szólna hozzá, de mármint csak lakni, de aztán ő mindig egyértelműen azt mondja, hogy nem. No, tehát megérkeztünk a Vörösmarty Színházhoz. Ugye új csapatot toborzott Szikora János maga köré, ha úgy tetszik. A rendezőket, az állandó rendezőket, Bagó Berci, Horváth Csaba és Hargita Iván, az tökéletesen rendben van, mondjuk mi, természetesen, mármint kívülállóként is. Emellett a repertoár is megújul esztendőről esztendőre. Azt mondjuk, hogy a komoly, mélységes nemzeti darabok mellett azért itt vannak a játékos, a musical, Chicagóról majd később beszélünk, mert az kiemelten fontos. Tehát ez egy jó csapat. Van egy fiatal korosztály, megvannak a régiek, még a Cserhalmi Gyuriék, a Gáspárék is megvannak, Derzsiék és így tovább. Tehát megérkeztél. Ugye a Horváth Csabát nem kell bemutatni, hiszen ugye a Kalevalát, több darabban is játszottál, tehát az meg. De hogyan lehet felépíteni önmagad egy új színházban? Sikerült, tehát nincs kétségem felőle. Hát egyrészt azt gondolom, hogy inspiráló is, hogy teljesen új szemmel néznek rám, és nyilván ez, most ezt egy, az előbb említettem a megfelelési kényszert, de azért van ennek egy pozitív oldala is, amikor az ember arra készteti, hogy minden energiáját megmozgassa, hogy még pluszban koncentráljon. És hát én nagyon próbáltam nyitottan, felkészülten, és a lehető legjobban részt venni a próbákon, egy próbafolyamatban. Én mindig próbálok közös nevezőre jutni, én mindig próbálom azt, hogy nyilván jön valami belőlem, de közben nagyon próbálom összegyúrni azzal, amit az adott rendező kér és mond. Akár tőlem, vagy akár a darab koncepciójával kapcsolatban. Úgyhogy nagyjából ennyi volt a feladatom, vagy hogy mondjam, hogy próbáltam a lehető legkomolyabban venni a dolgaimat. Remek szerepek találtak meg, helyesebben a rendező nyilván. Igen. Hát nagyon jó volt az Amadeus is, ugye az is már egy pár éve volt. Az egy nagyon jó első közös munka volt az Ivánnal, tehát jól is sikerült, vagy jól értettük egymást. Utána az több közös munka követte. Úgyhogy Csabával is majdnem minden évben dolgoztam, aztán Bercivel is, tényleg nem panaszkodhatok. Azt gondolom, hogy különben a színészi pályámon is ez egy meghatározó korszak, ami itt történt. Attól függetlenül, hogy milyenek a visszajelzések, de ez nagyon jó természetesen, amikor találkozik azzal, hogy kívülről is az a visszajelzés, hogy igen, ez egy jó találkozott. Most az évadzárón is nem esett túlzásba Szikora János, amikor azt mondta, hogy színház történeti volt ez az esztendő mindenféle értelemben. Ebben most nem menjünk bele, mert erről megbeszéltem már vele. Ugyanakkor, ami nekem az egyik csúcspontja volt, az a MERSZ, ahogy a Chicago megjelent itt Fehérváron. Ugye ez, számtalan kritika született már erről, én nagyon is jól tudom, hogy ki mindenki mit írt, nagyon-nagyon tetszett, teljesen más volt. Egyébként az imént meséltem neked, hogy Vásári Andréval beszélgettem pontosan erről, aki lubickolt az ő szerepében. Viszont te is lubickoltál Velma Kelly szerepében, és akkor most megint jön egy idézet, mégpedig azért, mert az egyik legrangosabb színházi szaklap szakújságíró írta, hogy a különös formák között a legnagyobb arc Varga Gabriella Velma Kellye, akinek önmagától eltartott érzékenysége és blazírt kikacsintásai nőt és férfit egyaránt elbűvölnek, nagyokat nevetve felszabadultan hisszük el neki, hogy a nehéz életet is lehet könnyen venni. Varázslatos gondolat. Nem is kell különösebben megfejteni, mert valóban
nyilván egy kicsit köznapibban, de ugyanezt gondoltuk mi is. Hát, ugye nekem ez az igazán első nagy zenész szerepem, mert mindig szerettem énekelni, de mivel nem olyan színházakban voltam, meg valahogy, tehát valahogy eddig elkerült, nem is ez a lényeg. És annak én is külön örülök, hogy ezt Horváth Csaba, aki már nagyon régóta ismer engem, ő vele együtt csinálhattam meg ezt. És nagyon sűrű időszak volt, mert ezt azért talán nem árulok el titkot, hogy 3 hét alatt készítettük, szóval nagyon intenzív volt. De mind a mellett mégis nem volt egy ilyen plusz görcs vagy feszültség az egésznek, hanem nyilván nagyon kemény és sűrű táncpróbák voltak, de ő nagyon jó érzékkel terelt, hagyott, engedett, de közben mégis ahol kellett, úgy terelgetett engem. És úgy egyszer csak úgy nagyon belém bújt ez a dolog. Nagyon szeretem a zenei világát, annak különösen örülök, hogy nem is akarok, nem szépen fogad, tehát hogy nem másféle musicalt talált meg, hanem ez a jazzes, jazz 30-as évek, tehát ez a, hogy is mondjam, dögösebb, vamposabb dolog. Az, hogy élő zenekarral, az meg szerintem egy külön ajándék manapság már, hogy ez nem egy ilyen benyomott gombalap történet. Nyilván sokszor nincs más megoldás, de hogy itt ez nem ez történt. Hát szeretem szinte minden egyes számot. És valahogy nagyon-nagyon a lelkembe is férkőzött, az az igazság. Megértem. Először nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Tehát ugye először úgy, hú, de fura, hogy én ezt, hát franc se tudja, hogy ki is ez a nő, meg hogy nekem ehhez mi közöm van, de aztán egyszer csak úgy találkoztunk, és úgy megtaláltuk egymást. No, még egy dolog, ami rád talált az elmúlt esztendőben, koronázási játékok, szertartási játék. Azt hiszem, hogy Székesfehérvár számára ez kivételesen fontos. Igen. De mit gondol egy alkotó ember, egy színész, ha bekerülhet ebbe a körforgásba, aminek nem lesz vége majd csak 2022-ben? Én tavaly voltam először, és sokáig irigykedve néztem, megmondom őszintén. De aztán örültem, hogy végül is én is bekerülhettem. Bár megöltek. Bár csúnyán megöltek, igen, tegyük hozzá. És ráadásul nem is akárki ez a Gertrúd, mert azért ő az első királynő, ugye, aki a király mellett ő is koronát kaphatott a fejére. Tehát tulajdonképpen minden túlzás nélkül egy társuralkodó nőről beszélünk. Tehát nem csak egy jelképes valakiről ott a történelemkönyvekben. És hát ezt már nyilván sokan elmondták, de hát nem is lehet elégszer elmondani, hogy maga a hely, ez a szakrális hely. Hát szóval pont azon a szent helyen van fölhúzva az a színpad, és ezt mind a szabad ég alatt. Szerintem ez különben mindig nagyon élvezetes eleve a szabad ég alatt játszani. Tehát a szúnyogokkal együtt, meg a csillagokkal együtt, meg a széljárással együtt, és néha a beszűrődő kis autózajjal együtt, de akkor is, és hát sokkal több ember, hát annak megint elképesztő. Méltóság és felelősség kíséri minden pillanatát. Hát az biztos. No, akkor pedig megvan az új évad. Mire készülsz? Az új évad, hát már kezdek is szerintem augusztus végén, Novák Eszterrel. Ez az én kis hűtőkamrám című kortárs darabot a stúdióban, úgyhogy ez egy kis műhely munka lesz, de megint nagyszerű kollégákkal, Tóth Ildi, Egyed Attila, Varga Mária, Kisdia, Tüszkő Sanyi, szóval szerintem egy nagyon izgalmas kis elmélyült munka lesz belőle. Utána jön egy nagy színpad, Hargita Iván rendezi a Rómeó és Júliát. Júlia már voltam, most következik Capuletné, Júlia anyukája. Egy új kolléganővel, még én sem találkoztam vele, úgyhogy egy új találkozás is lesz ebben. Ivánnal most tavaly nem is dolgoztam, úgyhogy most újra találkozunk, annak is külön örülök. Mindig jó a vele való munka, az is egy elmélyült, részletező, jó kis munkákat szoktunk együtt csinálni. És utána pedig Szikora Jánossal is fogok dolgozni egy izgalmas közös munkát, ahol azt hiszem, hogy opera énekesek, illetve színészek együtt
fogunk csinálni, úgyhogy, de még lehet, hogy még lesz más is. Úgyhogy most a sűrű lesz a következő évad. Akkor bizakodó vagyunk, fogunk lesz. Találkozni. Igen. És most pedig köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és még egyszer minden színház szerető Székesfehérvári nevében gratulálok. Hát köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Vendégem Varga Gabriella volt, a Vörösmarty Színház Vörösmarty gyűrűs színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!